Bogi dalát hallottuk, aki egy fantasztikus hazai és nemzetközi siker után jelentkezett a dalba, és ott van a legjobb 30-ban Sebestyén Áron dalával, és megkérlek benneteket, hogy foglaljatok helyet. Köszönöm, hogy itt vagytok, Bogi és Sebestyén Áron. Hát talán onnan indítsuk, hogy a Parfüm című dalodat több mint 30 millióan látták. Hát ezután, a nagy siker után hogyan kezd az ember egy újabb dal szerzéséhez és egy énekléshez? Hát egy ilyen siker után az ember dolgozik tovább, még talán keményebben, mint előtte. Meg hát egy nagyon húzós időszakba vettük fel a második nagy lemezünket, amin szerepel a Worst for Nothing című dal is egyébként. Azért nagy volt a nyomás, tehát akkor nem nagyon tudtunk az Áronnal beszélgetni, mert nem voltam valami jó fej. Akik hallották már a Parfüm című dalt, mert hogy ugye sokan hallottuk, és most meghallgathattuk a versenydalodat, hát azt érzékelhetjük, hogy ez egy minimalistább. Mondhatjuk azt, hogy egy picit, mintha letisztultabb, még inkább szívhez és lélekhez, na meg a világhoz szól, mert hogy ha magyarul úgy fogalmazhatnánk meg ennek a címét, hogy háborúk a semmiért. Áron? Igen, ez egy visszafogottabb kísérletű dal, egy egyszálgitárral szólal meg, mert az volt az alapgondolatunk, hogy egy ilyen témát nem szabad túl játszani, túl hangszerelni, hanem ha jó a dal, akkor egyszálgitárral is jól meg fog szólalni. És a témája igen, a jelenleg is zúgó, zajló háborúkról szól, mert ugye a történelemben is nagyon sok ilyen esemény volt, de sajnos a mai világban is vannak ilyen történések, és ezt úgy gondoltuk, hogy ezzel talán fel tudjuk erre hívni a figyelmet, hogy az emberek odaforduljanak erre a témára. Bugi, te mit szóltál a témához? Egyáltalán kinek jutott eszébe? Hát ezt az Áron szerezte, ezt a dalt, és nagyon érdekes volt, mert a dalszerzésnek abban a fázisában tartottunk, hogy már nagyon sok dal készen volt, és tudtuk, hogy akkor kéne egy szép ballad a lemezre. És hát én előző nap olvastam egy nagyon hosszú cikket egy éppen aktuális háborúról, és így ezen nagyon meg is hatott, és másnap, mikor mentem az Áronhoz próbálni, akkor mutatott nekem egy dalt, és elmondta, hogy hát ő azt szeretné, hogy erről szóljon. Tehát a háborúk ellen szólaljon föl a dal, és így mondtam, hogy nem mondd már Áron, hát ugyanerre gondoltam tegnap, de hogy ő már erről dalt is írt. Hát mondom, jó. És akkor megmutatta, és igazából tetszett nekem. Tehát nagyon tetszik azt, hogy igazából egy költői ballada formája van a dalnak, tehát egy folyamatosan ismétlődő énektéma. Tehát csak egy verzetéma van, ami állandóan ismétlődik, és a vokálokkal dúsul. És hát akkor gyúrtuk, emészgettük, megkértük a, most már mondhatom azt, hogy egy olyan közreműködőt, aki eddig is mindig segített nekünk angol dalszövegeket írni, megkértük Borisára Helénét, és akkor ez szerintem egy nagyon szép munkát végzett. És akkor ez magyarul is hallható majd, ez a dal? Hát, még azt nem tudjuk. Még gondolkodunk rajta. Lefordítottuk már, mert nagyon sokan kérték a rajongók közül, hogy szülessen róla egy hiteles fordítás, mert a dalszöveget azt mondja. Ezért is kérdezem, mert a magyar rajongók biztosan, hogy követelni fogják, ja, hogy magyar nyelven is megszólaljon. Bogi Áron, mi most a legfontosabb cél, mind a mellett, hogy ott van a lehetőség, hogy akár ti is képviselhetitek Magyarországot Bécsben az Eurovíziós Dalfesztiválon, és maga a téma az pedig átütő, és megszólítja valóban a világot. Igen, ez nagyon aktuális, és mi annak is örülünk, hogyha ha pár ember ezen elgondolkodik, vagy egy katona nem indul el mondjuk háborúzni, vagy elgondolkodik, hogy mit tesz, tehát nekünk ez is nagy boldogság lesz. De meg az biztos, hogy ez egy nagyon érzékeny téma. Tehát erről nagyon nehéz úgy beszélni, hogy ne legyen elcsépelt, ne legyen túlművelt, vagy kiművelt, és azt gondolom, hogy egy nagyon szép mesdjét megtaláltunk, ahol ezt az üzenetet nagyon intelligensen és finoman lehet közvetíteni. Mi a legfontosabb most? Még van egy fél napotok, hogyan készültök? Holnap szombaton szerepeltek. Hát én pihenéssel, meg hát most én nagyon-nagyon fel vagyok töltődve energiával, és hát nagyon nagy elánnal vetem bele magam azt a versenybe. Azt már kérdezhetjük, hogy ennek van valamilyen különös oka? Hát van egy olyan oka, hogy nászúton voltam. Hát akkor gratulálunk. Köszönöm. És mikor volt az esküvő? Az még tavaly, augusztusban. És most értél rá. És most tudtunk elmenni, igen. Hát akkor nagyon jó időszakot választottál.
Nagyon-nagyon várjuk, Bogi, a dalotokat, és akkor a nézőknek meg elmondjuk, hogy holnap este 20 óra 25 perctől az M1-en és a Dunavördön a dal. Érdemes lesz akkor is velünk tartani. Jóska, tiéd a szó!